Hát Gyurni Gyurnak most is Kijevben, de ezt nem vinném el a vicces irányba ezt a beszélgetést. Jó reggelt kívánok! Rácz András a vendégünk, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa, mert hát ami Kijevben és Ukrajna szerte zajlik, az egyáltalán nem vicces. Ugye itt nagyon sokan arra az egyszerű megállapításra jutottak, hogy az a kérdés, hogy a Szovjetunió vagy az Európai Unió Ukrajna jövője. Az ott tüntető tömegek számára is ennyire egyszerűnek látszik a kérdés? Az, hogy a tömegek mennyire egyszerűnek látják a kérdést, ez ritkán van teljes felésben a valósággal. Tehát ugye látni kell azt, hogy az a társulási megállapodás, aminek az, az aláírását, ugye Janukovics ukrán elnök egy héttel a vilniuszi keleti partnerség csúcsáról elutasította, ez nem Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szól. Ez egy sokkal szorosabb gazdasági együttműködésről szól, de uniós tagságról nem volt benne szó. Mint ahogy, ha a Szovjet vagy a Szovjetunió példáját említjük, az, hogy Ukrajna nem írta alá az Unióval ezt a megállapodást, nem jelenti azt, hogy automatikusan csatlakozna az orosz vezetésű Unióhoz. Tehát jelen pillanatban egy ilyen köztes helyzet látszik kialakulni. Más kérdés, hogy a Kijevben tüntető százezrek ezzel abszolút elégedetlenek, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy hiába vannak EU-s szlogenek a kijevi tüntetők zászlóin, valójában ez a történet nem csak Ukrajna külpolitikai orientációjáról szól, hanem arról is, hogy ezek a tüntetők alapvetően elégedetlenek Viktor Janukovics ukrán elnök működésével, illetőleg a Mikolázáról vezette kormány működésével. Magyarán minden itt csúcsosodik ki most, mindenfajta elégedetlenség, ami minden összegyűlt. Ugye Ukrajna életszínvonaláról rendszeresen értesülünk, mennyire rossz állapotban van, mint hogy az ukrán gazdaság is milyen rossz állapotban van. Van Ukrajna számára köztes állapot? Ugye mondja, hogy az egyik sem jelenti azt, hogy az EU-hoz vagy a Vámunióhoz, tehát a formálódó Szovjetunióhoz csatlakozna Ukrajna a két lehetőséggel. De van egy harmadik lehetőség számukra, vagy azt jól érzi a tömeg, hogy igazán valahova állni kéne? Ez a nagyon furcsa az egész történetben. Az ukrán külpolitika az elmúlt mondjuk két évtizedben folyamatosan ezt a köztes állapotot használta ki. Igyekezett közeledni a nyugat felé, de igyekezett nem túlságosan eltávolodni Oroszországtól sem. A volt ukrán elnök, ugye Leonid Kucsma, ezt multivektoriális külpolitikának nevezte, ami tulajdonképpen azt jelzi, hogy mindkét oldaltól, kelettől és nyugattól is igyekeztek előnyöket kicsikarni. Most ez a helyzet láthatóan lassacskán elér oda, amit ön is mondott, hogy előbb-utóbb választani kell. Az látszik, hogy Putyin elnöknek Oroszországban az a célja, hogy valamiféleképpen nem is ideológiai alapon, mint hogy a Szovjetunió szerveződött, vagy erőszakolta rá magát igazából a környező államokra, de valamiféle gazdasági alapon újra szervezze a régi nagy Szovjetuniót. Ennek nyilván vannak államok, amelyek nem lesznek partnerei, Lettország, Litvánia, Észtország az Európai Unió tagjai, és nyilván vannak, amelyek örülnek ennek, mert gazdaságilag nagyon komoly gondokkal küzdenek. Ukrajna számára lehet út egy ilyen újraformálódó hatalmas birodalom? Ugye egyrészt látni kell, hogy ami most kialakulni látszik Oroszország vezetésével, az nem igazából politikai integráció, hanem a már működő Vámunióról van szó, ez pillanatnyilag Belaruszt, Kazaksztánt és Oroszországot foglalja magába. Ez kicsikét olyasmi, mint az Európai Unió kezdetei, tehát politikai integráció helyett alapvetően csak gazdasági kérdésekben van szoros együttműködés. Csak a környező országokban joggal félnek a lakók arról, ez a politikai attól, integráció felé fog haladni a dolg. Logikus is lenne egyébként orosz szempontból. Ukrán oldalról rengeteg kutatás van arra, hogy arra vonatkozóan, hogy rövid vagy hosszú távon előnyös a Vámunió, vagy inkább az Európai Unióhoz való közeledés előnyösebb. Nagyon megosztottak a vélemények ezzel kapcsolatban. Az minden esetre kimondható, hogy az Európai Unióval a társulási megállapodás megkötése az közép és hosszú távon eredményezne előnyöket. Ukrajnának pont ezen által említett gazdasági helyzet miatt alapvetően rövid távú megoldásra van szüksége. Hát hiszen, mint hogy az Európai Unió sem kapkodna olyan nagyon Ukrajna után. Tehát gonddal küzdő állam van bőven az Európai Unió belül is. Egy újabb szegény rokont nyilván nem szívesen látnának a nagy családi asztalnál. Igen, de hát mondtuk, hogy nem a csatlakozásról szól. Tehát az a társulási megállapodás, ami ugye végig is majdnem aláírásra került, hiszen Janukovics elnök egy héttel a vilniuszi csúcs előtt mondta azt, hogy akkor mégsem írja alá, ez szorosabb gazdasági együttműködést eredményezne Ukrajnával. Hát igen, ami de a tüntetők fejében legalábbis a transzparensek és az elhangzó szólamok kapcsán ez alakul ki az emberben, mégsem így van. Tehát ők úgy érzik, hogy ez a társulási megállapodás, egyfajta gazdasági közelségről szóló megállapodás, ez sokkal többet, egy politikai elköteleződést is jelentene. Az a csapda a történetben, hogy a tüntetők tévednek, de a tüntetések jelentette probléma szempontjából ez mindegy. Tehát az, hogy a tüntetők most már ott tartanak, hogy megkérdőjelezik mind az Azarov kormány, mind Janukovics elnök legitimitását és új parlamentes elnökválasztásokat követelnek,
ennek a történetnek az Európai Unióhoz való szorosabb együttműködés már inkább csak katalizátora. Ez a probléma sokkal mélyebb, és a kezelhetősége is sokkal komplexebb. Na most itt van két ultimátum, mind a kettő 48 órán belül jár le. Az egyik, amit kaptak hajdanában, hogy 5 napon belül ürítsék ki a tereket a tüntetők, a másik, amit a tüntetők fogalmaztak meg tegnap, hogy 48 órája van az elnöknek, hogy a kormányt szélne keresse, és új választásokat írjon ki, vagy hát nem is tudom, hogy mi lenne itt a megfejtés. Egyik valószínűtlenebb megoldás, mint a másik. De van-e a tüntetőknek annyi erejük, hogy mégis a politikai megoldást kierőszakolják az elnöktől? A helyzet az, hogy pillanatnyilag azt hiszem, hogy ezt ember nem tudja. Tehát a történetnek van több olyan párhuzamosan futó belső dinamikája is, amitől gyakorlatilag lehetetlen pontosan megmondani, hogy mi lesz. Mert Janukovics elnök is csapdahelyzetben van, hogy azt kell látni, hogy a 2000-es évek elejének, közepének, úgynevezett színes forradalmaitól eltérően, beleértve a 2004-es ukrajnai úgynevezett narancsos forradalmat is, most nincsen legitim hatalomváltási alkalom. Tehát a korábbi forradalmak mindig egy épp aktuális választás eredményeit kérdőjelezték meg, nagy tüntetésekkel végül is új választásokra kényszerítették a fennálló hatalmat, ebből aztán hatalomváltás lett. Most viszont nincs ilyesmiről szó. Tehát nem az történik, hogy egy választás után megkérdőjelezik az eredményt, hanem tulajdonképpen a politikai ciklus közepén tüntetésekkel, tulajdonképpen erőszakkal a kormányépületek blokádjával akarják megbuktatni a kormányt. Tegnap előkerült az a követelés is, hogy Julija Timosenkot engedjék szabadon. Ő viszont a lányán keresztül üzent a tömegeknek, egyfelől Viktor Janukovics ukrán elnököt Sztálinhoz hasonlította, másrészt felhívta a tömeg figyelmét arra, hogy békésen, de határozottan és a végsőkig kitartva kellene tüntetni. Van hatalma a tömeg fölött a bebörtönzött Julija Timosenkónak? Ez is elég nehéz megmondani. Olyan típusú hatalma, ami közvetlen irányítást eredményezne, biztosan nincsen, de úgy még mindig nagyon nagy tekintélye van, különösen azok körében, akik 2004-ben vele együtt az ő oldalán őt támogatva csinálták végül a narancsos forradalmat. Tehát nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, amit Timosenko mond. A másik kérdés, hogy a tüntetéseket most irányító ellenzéki pártok vezetői számára nem biztos, hogy annyira jó lenne, ha Timosenko kiszabadulna a börtönből. Tudnék, az ő éppen aktuális vezető pozíciójukat veszélyeztetné vagy kérdőjelezné meg. Ezzel együtt én nagyon fontosnak érzem, és örültem is annak, hogy ugye Timosenko azt nyilatkozta, hangsúlyozta, hogy békésen kell csinálni. Na békésen, de mit? Ez egy súlyos kérdés, hogy békésen, de mit? Ugye a tömeg nyilvánvalóan azáltal, főleg, hogy tegnap Kijev főtereit, utcáit, a kormányzati negyed nagy részét elfoglalta, még hogy az épületeket békén is hagyták, nyilván onnan nem fog menni. Ráadásul egy érdekes kérdés merül fel, ma munkanap lesz Kijevben is. Következésképpen azokba a kormányhivatalokba be kéne menniük a dolgozóknak, ki kell nyitni az épületeket, vagy megáll az élet Kijevben. Igen. Tehát pont ez a csapda, hogy az ukrán hatalom oldaláról gyakorlatilag nem szabad elfogadni, nem fogadható az a helyzet, hogy a tüntetőknek engedve leáll az állami igazgatás. Ha viszont nem, akkor meg ezek a tüntetők bejutnak az épületekbe, hát, akkor meg azért állhat le az állami. Vagy ha nem is jutnak be, továbbra is blokkolják az állami igazgatás működését, előbb-utóbb tehát a hatalom lehet, hogy rákényszerül arra, hogy felszabadítsa a kormányzati épületeket. Ukrajna gazdaságilag talpon tartható a két nagy nélkül, Oroszország vagy az Európai Unió nélkül? Jelen pillanatban nem. Tehát vagy az egyik, tehát mindenképpen nagyon sürgős pénzügyi segítségre van szüksége, arról nem beszélve, hogy ugye itt a tél, fűtési szezon van, az ukrán gazdaság, az ukrán energiaszektor a világon a legkevésbé energiahatékony, ez egy nagyon szép mutató. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy olcsó gázt kapjunk. Teljes padhelyzet. A következő napokban meglátjuk, merre kanyarodnak a folyamatok. Lehet, hogy még beszélünk ebből az alkalomból. Köszönöm szépen, hogy most eljött hozzánk. Jön a híradó, aztán pedig ismét belpolitikával folytatjuk. Jön a PM képviselője, jön az MSZP-től vendég, úgyhogy figyeljenek ránk.